Most pedig televíziónk vétel körzetébe tartozó további települések híreivel folytatjuk. Magyarországon mintegy 14 ezer gyermek vett részt abban a programban, amelynek célja a felnövekvő generációknak megtanítani a megfelelő személyhigiéni és szokásokat, a helyes antibiotikum használatot és az oltásokkal kapcsolatos alapvető tudnivalókat. A projekt részeként a Péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda is csatlakozott a kézmosás oktatási világrekord kísérlethez. Valami május 5-e, 2016 május 5-e, egyébként minden év május 5-e a kézhigiéné világnapja. Ki tudja, hogy mi az a higiéné? Tökéletes a válasz, tisztaság, nagyon jó. Arról szól ez a világnapja kísérlet, hogy egy időben minél több kisgyerek vegyen részt egy olyan órán, ahol megtanulják a kézmosásnak a pontos menetét, illetve beszélnek arról, hogy miért fontos a kéznek a tisztasága. Az instruktor ezekkel a szavakkal nyitotta meg az oktatást, majd a helyes kézmosás 6 lépését is megtanították. Az ANTS Országos Tiszti Főorvosi Hivatala és a kormányhivatalokban dolgozó IBAG koordinátorok május 5-én a kéz higiéni és világnapon az iskolákkal közösen próbálták megdönteni a kézmosás oktatáson résztvevők világrekordját. Az aktuális Guinness rekordot Glasgow-ban állították fel 3039 diák részvételével. A magyar iskolások most jó eséllyel új rekordot állíthatnak fel, hiszen 160 iskola több mint 13000 diákja jelentkezett a rendezvényre. A hazai rendezvény során több helyszínen, egy napon, egy időpontban kezdődő tanóra keretében mutatták be a képzett instruktorok a kézmosás fontosságát és annak helyes technikáját. A résztvevő diákok játékos formában sajátították el, hogy hogyan és mikor fontos kezet mosnunk, ha meg akarjuk előzni a kéz útján terjedő betegségeket. Hogy sikerült-e megdönteni a Guinness rekordot a kézhigiéni és világnapon, az várhatóan júniusban derül majd ki.